hát köszönöm szépen. Egy gitár felbukkan a háttérben, hogy hamosan kalátában fogjuk el. Még kezdjükben fogsz akkordozni? Abszolút. Sőt, nem csak akkordozni fogok benne. Szólózni. Előletes lesz. Ilyet még nem csináltam. De bocsánat. Én a Rúzsa Magdi vagyok. Azt hallottam, hogy szeretnék, hogyha muzsikálnád neked egy picit. Sarah, 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 Sarah.
És levadásztal egy szlájdot? Levadásztal ez a tiéd. Igen, én mindig valamit. De az üvegből van, mit jelzem? Óvatosan lett az üveg. De ez nagyon szép tárgy, én szeretem. Úgyhogy... Megmutatod neki, hogy mi mindent tud ez a szlájd? Ez meg, mindent csinál, de tiéd, nem szeretem. Ez meg, fiam. Tudja, azt tekerhetek nyugodtan, most már tekerhetek nyugodtan. Ó, te egy ilyen kis műszak is vagy, én látom, hogy minden ezek a kicsit érdekli igazán, meg a gitár. A Madi nagyon szépen gitár. A Madi a legjobb gitáros. Ja, de drága vagy. Mit is szól? Mit is szól? Kide is tudja. Mi kezdve is ő a legjobb. Igen, ez vagy kihívás, de... Igen. Kihívás, az biztos. Mindig tanulni kell, ugye? Csókokba bele is haltam, sebeim magamon hagytam. Szép vagy a szíved, de este, lágyan ölel a testet. Ude jó ez így. Énekelj valami szépet, fülembe bűvös igéket. Gyere, repüljön, láthatsz, akkora vagy, mint a szám. Árad a lélek, de félek. Gurul az idő az égen, nézd virág illat a szélben. Tenyered mutasd, hogy lássam, sors után összefolyt már. Vágyom, úgy vágyom, két karodban hamvad nél, angyalom Gábriel, nélküled többé már soha nem ébredni fel, örökké így ölej. Vágyom, úgy vágyom, két karodban hamvad nél, angyalom Gábriel, az álom szárnyat bont bennem és égig emel, csak a hajnal ne jöjjön el. Na mit szólsz? Szép nagyon volt? Jó volt? Hm? Másik a fiú. Thank you.
utána. Sajnos. És nézd meg, milyen jól néz, ki, ha orvos lenne. Nézd meg. Az a kinézet nem számít, hogy az ember orvos szerintem. Itt más politások a fontosabbak szerintem. Szerintem egy jó kicsi doktor bácsi lenne. Talán nem az van. Igen, föl, hogyha főzik, így zacskót húznék a fejbe esetleg.
Energiát adok neked, hogy aztán úgy fogsz ugrálni a szobába egész nap.